pozitív családtervezési módszer, negatív családtervezési módszer, mint hogyha ez egy családtervezési módszer lenne, vagy főleg, mintha egy fogamzás gátlási módszer lenne, holott a fogamzás már megtörtént. Úgy éreztem, hogy ez a kérdés válaszra vár, de a társadalom tabusítja. Megszabadulok a gyerektől, megszabadulok a pasitól, megszabadulok a problémától, megszabadulok mindentől, és ő úgy érzi, hogy ebben a helyzetben talált egy delete gombot, amit abortusznak hívnak, és az majd mindent eltöröl. Sziasztok! Ez itt a YouSpace Podcast, és a mai videóban egyik szerkesztőnkkel, Kereszti Simonnal fogunk beszélgetni az életvédelemről. Szerbusz! Rögtön az elején megkérdezném, hogy mikortól kezdődik az élet? Melyik? Az embernek az élete. Na igen, mert hogy ezt szokták megkérdezni, hogy mikor kezdődik az élet, de hogy a világ tele van élettel, és vannak a növényeknek élete, van az állatoknak élete, és van az embernek az élete, ami egy különleges megítélés alá esik, főleg akkor, hogyha azon gondolkodunk, hogy kinek a kezében van ez az élet. És kinek a kezében van? Ez szerintem a Jóisten kezében, mert ő teremtette a világot, és mindannyiunkat ő teremtett. Ez az én alapállásom. Lehet, hogy vannak, akik nem hívők, akik ezt nem tudják értelmezni, ezt a látásmódot, de az én olvasatomban, az én hitem szerint a teremtő kezében van az életünk. De ettől függetlenül az, hogy mikor kezdődik a földi életünk, azt meg lehet határozni, ezt a biológia megmutatja. Amikor két emberi örökítő sejt, a hímival sejt és a pete sejt összetalálkozik, és a bennük lévő genetikai örökítő anyag összekapaszkodik, az a pillanat az, amikor az új emberi élet megfogant. De. És összeáll az a genetika, ami meg fogja határozni ennek az emberi életnek az összes további sorsát egészen addig, amíg az élete véget nem ér. De ha akkor már elkezdődik az élet, akkor miért volt rengeteg orvosi könyvben az, hogy az abortusz mind fogamzás gátló módszer említve. Egy olyan világban, amikor jogszabály lehetővé teszi az abortuszt bizonyos időhatárig, attól fogva a tankönyvek úgy fogják említeni, mint egy opciót. Egyébként olyan megfogalmazások vannak ilyen tankönyvekben, hogy pozitív családtervezési módszer, negatív családtervezési módszer, mint hogyha ez egy családtervezési módszer lenne, vagy főleg, mintha egy fogamzás gátlási módszer lenne, holott a fogamzás már megtörtént, és a fogamzást követően vesszük el azt az életet, ami egyébként megfogant. És ugye ezek a fogalmak, nagyon jó, hogy említed, mert ezek a fogalmak azok, amik összemossák az emberek fejében, hogy valójában mi is történik, és ezért olyan nagyon nehéz kibogózni. És mitől függ, hogy meddig lehet elvégezni az abortuszt egy adott országban? A nő szervezetének a biztonságosságát szokták tekintetbe venni a legtöbb országban. Tehát ezért van az, hogy ugye a 12. hét az így a maximum szokott lenni, mert hogy akkor még az első trimeszteres abortusz módszerekkel el lehet távolítani a magzatot. A második trimeszteres az már a nő szervezetére nézve is megterhelőbb, illetve mentálisan is megterhelőbb, a harmadik trimeszteres abortusz az konkrétan egy halvaszülés generálása. De harmadik trimeszteres abortusz is létezik az Egyesült Államokban, úgyhogy sajnos mind a három trimeszteres létezik. De van olyan állam, ahol egyáltalán nem lehet abortuszt végezni, mondjuk ilyenből nagyon kevés van, és van, ahol meg a szívdobbanás a határ, ahol, hogyha már a szív működés kimutatható a babánál, akkor már nem engedik jogilag az abortuszt. Te nem véletlenül őszít velünk szembe, mert van egy egyesületed, az Együtt az Életért Egyesület, és ezen belül is vannak munkák, vagy ilyen misszióid, amiket csinálsz. Vagy ezekről tudsz mesélni? Hát igen, az egyesületben vagyok kb. 15 éve, de azt hiszem, hogy 10 éves korom óta izgat ez a kérdés, amikor először megtudtam az anyukámtól, hogy létezik ilyen, hogy valakinek nem születik meg az a babája, akit hordoz a méhében. Tehát emlékszem, hogy kislányként, ugye nekem is kistestvéreim születtek, és az olyan természetes dolog volt, hogy anya várja a kisbabát, és aztán egyszer csak a kisbaba megszületik, akkor meg lehet ölelni, és nagyon cuki. Ugye két húgom van, kétszer éltem át azt, hogy megérkezik az újszülőt, várjuk, és aztán megérkezik. Az egyik húgomnál 4 éves voltam, a másiknál 5 éves, tehát már emlékszem erre konkrétan. Úgyhogy nekem ez természetes volt, és amikor azt mondta anyukám, hogy ilyen van, hogy elmegy egy baba, akkor megtudtam, hogy létezik olyan, hogy babák meghalhatnak az anyaméhben valamilyen betegség vagy rendellenesség következtében. És nagyon elszomorodtam ezen, és akkor tovább ment anyukám, és azt mondta, hogy de olyan is van, hogy nem akarja az anyuka megszülni, és így hal meg a baba.
és akkor ezt nem nagyon tudtam feldolgozni, hogy ez hogy is, és akkor elmesélte, hogy létezik ilyen, hogy abortusz, amikor az anyukák babát várnak, de nem akarják megszülni. És nem volt ez meredek 10 évesen? Nagyon meredek volt, de érdekes, hogy nem úgy vágott földhöz, ahogy most talán te gondolod, hogy így földhöz vág, hanem egy olyan indulat lett bennem, hogy ilyen nincs. Hát ez mi van? Hát ez nem lehet. És akkor te miért dolgozol ezzel az egyesülettel? Na igen, és akkor hogy azóta foglalkoztat ez, hogy valami olyasmi dolog történik a világban, ami abnormális, ami nem normális, aminek nem szabadna lenni. Úgy éreztem, hogy ez a kérdés válaszra vár, de a társadalom tabusítja. Nem mer róla beszélni, ha meg mer róla beszélni, akkor az igazság csak körbejárható, de nem kimondható, ha kimondod, akkor ítélkezésnek számít. Tehát, hogy mennyire nehéz ezzel bármit is kezdeni, és hogy milyen, azt is megtapasztaltam, hogy milyen iszonyatos indulatokat generál a társadalomban az, hogyha ezt a kérdést fölveted, vagy erről a kérdésről beszélsz, és egy olyan fájdalmas közegellenállásnak kell neki feszülnöd, hogy kimondj egy nyilvánvaló igazságot, hogy gyermek az édesanyja méhében van biztonságban, és azt nem szabad kioltani azt az életet, hogy ez egy nyilvánvaló igazság, és mégis nagyon nehéz átvinni. És most mondtad, hogy nehéz bármit is kezdeni ezzel az igazsággal. Te mit kezdesz vele? Mi az egyesületednek a célja? Miért dolgozol? A mi egyesületünk, az Együtt az Életért Egyesület, az alapvetően azért jött létre, hogy azoknak a kismamáknak segítsen, akik babát várnak, de krízisben vannak. Tehát pont azok a helyzetek, amikor abortuszra szokás menni, mert erőszakból fogant a baba, vagy mert elhagyott a párom, vagy mert diák vagyok, és nem most számítottunk rá, vagy szeretjük egymást a párommal, na jó, de még nem döntöttük el, hogy összeházasodjunk, hát most milyen már, hogy közös gyerekünk van. Vannak nagyon súlyos szociális helyzetek, vannak nagyon fájdalmas mentális állapotok, tehát olyan krízisek, amelyekben babák megfogannak, és az anyukájuk nagyon meg van ijedve. És mit kezdesz ezekben a helyzetekben kell a segítség. Tehát nem elég azt mondani, hogy már pedig szüld meg, mert az egy emberi élet, és nem oldhatod ki ezt az emberi életet, mert hogyha valaki olyan terhet kap, amit nem bír el, az alatt össze fog rógyni. Ez a legegyszerűbb dolog. És ezért gondoltuk azt, hogy kell egy olyan egyesület, ahol segítséget adunk, és mellé állunk azoknak a kismamáknak, akik nehézségekkel küzdködnek. El tudod mesélni a kedvenc ilyen történetet, vagy esetleg a legérdekesebbet, a legnagyobb sikertörténetet az egyesületből? Igazából ahány történet, annyiféle, van egy segélytelefonszámunk, amit lehet hívni, és ide nagyon sokféle történet bejön. Az egyik döbbenetes történet számomra, az éppen a közelmúltban volt, hogy nem is egy kismama hívott minket, hanem egy kispapa, aki a párjával gyereket várt, és szerette volna ezt a babát. És a párja pedig meg volt ijedve, és ő azt mondta, hogy nem akarja megtartani. És szembesültem azzal, hogy egy apa mennyire nagyon tud szenvedni akkor, hogyha a gyermeke élete forog kockán, és ő nem tudja betölteni azt az apai feladatát, hogy megvédi a gyermekét, ha veszély fenyegeti. Illetve, hogy ketten hozzák össze a gyermeket. Kettejük ki a gyermek, és mégiscsak az egyik szülő dönt arról, hogy a baba megmaradhat-e vagy sem, mert ugye Magyarországon a jogszabályok ezt az anya kezébe teszik, ezt a döntést. És többszöri beszélgetés, az ő lelki támogatása volt az egyetlen lehetőségünk, más nem, de mondjuk végül is siker sztori lett, mert a baba megmaradt, és végül is most várják a babát, és nem sokára meg fog születni. A másik ilyen történet az ennél sokkal pregnánsabb, vagy az egyesületünk arculatára nézve tipikusabb. Az egy olyan lány volt, aki gimnazista volt, és babát várt. És az volt a szituáció, hogy az anyukája teljesen elutasította, és azt mondta, hogy ha ilyen felelőtlen voltál, vagy ilyen felnőtt vagy, hogy már gyereket tudsz hordani, akkor tessék, fel is út, le is út, akkor gondoskodjál magadról. És tulajdonképpen az érettségi évében az utcán találta magát minden emberi és anyagi támogatás nélkül. És akkor így keresett meg, hogy ez a helyzet. És elkezdtünk vele beszélgetni, konkrétan én kísértem őt, mert ilyenkor, ha bejön egy segélykérés, akkor elosztjuk, hogy éppen kinek van szabad kapacitása. Ezt a kismamát én kísértem akkor, és azt kérdeztem tőle, hogy hogy érzed magad a babával kapcsolatban. És akkor azt mondta, hogy
na jó, de nem engedhetem meg magamnak. És akkor kérdeztem, hogy mi az, hogy na jó, de? És tulajdonképpen, ahogy beszélgettünk, kiderült, hogy nagyon sok hasonló helyzetben lévő kismamához hasonlóan, ő szereti a babát, ő szeretné a babát, de olyan krízisben van, és olyan nagy hülyeséget csinált, hogy szégyelli magát, fél a következményektől, és úgy érzi, hogy ő majd szeretne babát, de nem most, nem ezt, nem ilyen körülmények között, de igazából ezt a babát is szereti, de most mi legyen, de különben van pár hete, hogy eldöntse, hogy abortuszra megy, vagy nem, mert ketyeg az óra, és elmúlik a határidő, és egyszer csak így bepörgeti magát az időszorításában, nincs senki, aki meghallgassa, nincs senki, aki támogassa, ott van egy fillér nélkül, lakás nélkül, mit csinál? Addig pörgeti magában a félelmet, amíg egyszer csak kiköt a klinikán, és lesz egy abortusz. Mi történik ebben a helyzetben? A kismamának van egy krízise, elveteti a babáját, a krízisre rátesz még egy krízist, és a krízist nem oltotta meg senki, csak megduplázta. Úgyhogy ebben a helyzetben az volt a jó, hogy le tudtunk ülni, és beszélgetni tudtunk vele, hogy egy olyan teret tudtunk létrehozni a számára, ahol ő megnyugszik. Kapott egy fotelt, kapott a kezébe egy teát, hátradőlhetett, és azt mondtuk, hogy bármit mondasz, bárhogy döntesz, veled vagyunk, és segítünk, és meghallgatunk, és így szépen le tudott nyugodni, kitisztult a feje, és végül ki tudta mondani, hogy én akarom ezt a babát. És akkor mondtam neki, hogy ha akarod ezt a babát, akkor tudunk segíteni, hogy ez a baba megszülessen. És akkor elindultunk abba az irányba, hogy a körülményeket teremtsük meg a kisbabája számára, aki egyébként már van, és nem kérdés, hogy legyen-e. Mert ilyenkor ugye azt mondják, hogy hát most legyen a baba, vagy ne legyen, a baba van. Csak hogy milyen körülmények közé érkezik, és hogy ki segít abban, hogy ezek a körülmények megteremtődjenek, az a kérdés. Úgyhogy akkor elindítottunk adománygyűjtést, mellé álltunk, és végül is, most nem mondom el a hosszú folyamatot, de tulajdonképpen csodálatos volt, ahogy ő maga is emberileg felépült arra, hogy anya lehessen. Emellett párhuzamosan leérettségizett, nagyon jó eredménnyel. A baba megszületett, és sikerült számára egy olcsó albérletet találni, sikerült számára olyan támogatót találni, aki az albérleti díj egy részét vállalta, ez lehetővé tette, hogy az anyasági támogatásokkal együtt meglegyen az egyéves megélhetése, és az egyesületünknek az ifjúsági közössége, a Fiatalok az Életszolgálatában közösség tagjai pedig mellé álltak, volt egy csoport, akik vele foglalkoztak, meglátogatták rendszeresen a baba születése után, csevegtek vele, kicsit ringatták a babát, vagy elmosogattak körülötte, vagy vigyáztak a babára, amíg ő kiszalad az orvoshoz, vagy bárhová. Tehát, hogy köré raktunk egy ilyen támogatást egy éven keresztül, utána még fél évig igényelte egy kicsit, de aztán önmagától levált rólunk, és a saját lábára tudott állni. Tehát ez például egy ilyen nagyon pregnáns siker, és mutatja azt, hogy nem afelé kell tolnunk a nőket, hogy a krízist egy sokkal nagyobb krízissel tetézzék, hanem segíteni kell őket, hogy kifelé jöjjenek ebből. Említetted, hogy az apának semmilyen beleszólása nincs ebbe. Szerinted ez igazságos? Nem kéne az apának egy vétójog, vagy valami ráhatása gyerekére? Ez azért nehéz kérdés, mert nagyon sok olyan szituáció van, ahol bántalmazó kapcsolatban fogan a baba, és a nőjogi szervezetek azért tiltakoznak az ellen, hogy az apának beleszólása legyen, mert nagyon sokszor ez egy olyan eszköz, hogy a nőt magukhoz láncolják. Tehát van olyan helyzet, amikor bántalmazó kapcsolatban szándékosan újra és újra teherbe ejti, nem engedi abortuszra, a gyerek összeköti őket, minél több gyerek köti össze őket, annál inkább fogva tudja tartani ezt a nőt. Tehát nem lehet úgy csinálni, mint hogy a csupa ártatlan és boldog apuka sírna a gyermeke után, hanem hogy ilyen helyzetek is vannak, amik bizony elgondolkodhatják az embert. Csak szeretném jelezni, hogy ilyen bonyolult helyzetek vannak, amik ezt a választ nem teszik egyszerűvé, de egyébként az lenne a normális, az lenne a szép, és az lenne a tulajdonképpen a természet szerint való, hogy apa és anya együtt dönt a gyermeke élete felől, és hogy a férfiaknak is lehessen, vagy legalábbis az apáknak lehessen joguk ebbe a folyamatba legalábbis belekapcsolódni. Van, hogy az abortusz egy kisebbik rossz? Nem. Ők a krízisből kiutat keresnek. És a legkézenfekvőbb kiút egy ilyen krízisből, hogy megszabadulok a gyerektől, megszabadulok a pasitól, megszabadulok a problémától, megszabadulok mindentől. És ő úgy érzi, hogy ebben a helyzetben talált egy delete gombot, amit abortusznak hívnak, és az majd mindent eltöröl. És ezután szokott az lenni, hogy lehet, hogy rögtön utána úgy fogja érezni, hogy megoldotta a problémát, de sajnos előbb vagy utóbb, de egyszer mindenképpen
mint egy borzalmas veszteség föl fog törni benne ez a fájdalom, és tényleg nem megoldja a krízist, hanem tetézi, ahogy az előbb is mondtam. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha valaki krízisben van, a krízisét kell megoldani, és nem a gyermek életét megszakítani, mert az egy újabb krízis. És mi van akkor, hogyha a gyerek beteg? Fogyatékos lesz, vagy hát mi vagy van akkor, hogyha van egy fogyatékos gyerek? Az olyan várhatatlan, vagy hogy nem várt körülményeket hozhat egy család életébe, anyagilag, erőfeszítésben, hát nyilván akkor, energia... hogyha megszületik egy baba, és kiderül, hogy Down-szindrómás, vagy hiányzik az egyik végtagja, akkor mi van? Nem várt körülmény, anyuka egészséges babát várt, kiderült születéskor a szülészobán, hogy nem egészséges a baba. Mi a teendő? Ugyanúgy felnevelni. Ilyenkor mit csinálnak? Oda jön a védőnő, oda jön az orvos, oda jön a szakorvos, oda jön a családsegítő, és azt mondják, hogy ide kell fordulni, ott a fejlesztés, amolyan műtétet lehet elvégezni, stb. Ott egy kortársegítő vagy sorstárs segítőcsoport, amott egy egyesület, ahová lehet csatlakozni. Tehát elkezdik a kismamának köré rakni azokat a segítő helyzeteket, azokat az embereket, akik ezt az élethelyzetet majd tudjuk, hogy nehéz, segítik majd hordozni, segítik jobban viselni, és a baba körülményeit javítják. Ugyan erről a gyerekről beszélünk pár hónappal korábban, amikor az anyaméhben derül ki egy olyan diagnózis, hogy esetleg a baba talán beteg lesz, vagy biztosan beteg lesz. Én azt gondolom, hogy akkor ugyanaz a teendő, kiderül, hogy talán beteg lesz, vagy biztosan beteg lesz, információt kell szerezni az anyukának és az apukának arról, hogy mit jelent ez a betegség, mivel nézünk szembe, ki tud ebben segíteni, mi a megoldás, megerősítjük magunkat lelkileg is, hogy fogadni tudjuk a babát, tehát rákészülünk arra, hogy ő biztonságos helyre kerüljön. És ti foglalkoztok ilyen esetekkel? Most például pont van egy ilyen esetünk. Ez is egy nagyon szép is, meg fájdalmas eset is. Hát erről most azért nem tudok többet mondani, mert ugye titoktartással tartozunk, és ami nagyon friss eset, az ugye azonosítható lehet. De mondjuk beteg babáról van szó. Tehát örülünk, hogy megszülte, örülünk, hogy megtartotta, tehát úgy is, hogy nem arra nem adta örökbe, de hogy betegen született a baba. És méghozzá nem is kis betegséggel. És abban is segítünk, hogy orvoshoz kerüljön, hogy megkapja a megfelelő fejlesztéseket, anyukát is támogatjuk, de döbbenetes látni, hogy ez az édesanya mennyire szereti ezt a babát, pedig a krízise megvan, a problémája megvan. Teljesen bele van gabajodva a krízisébe. Most abban segítjük őt, hogy így szálanként szedjük szét a krízisét, és próbáljuk kifésülni a helyzetet. És mégis lehet azt látni, hogy anya szereti a gyermekét. Tehát ez a legfontosabb egység, ez az, ami az anyának joga, hogy szerethesse a gyermekét, a gyermeknek joga, hogy legyen anyukája, és hogy az élethez való joga megkapja a terepet. Tehát ez a három alapvető dolog. Az összes többi körülmény, amit köré tehetünk segítség, az meg a társadalomnak a feladata. Tulajdonképpen egy jóléti társadalomban élünk, tehát van annyi kapacitás a társadalomban, hogyha kúrjantunk egyet, hogy hé, itt bajban van egy kismama, segítsetek, akkor fognak segíteni. Ez konkrét tapasztalat. És most mondtad, említetted az előbb, hogy a gyereknek joga, hogy az anyja szeresse, de hogy mi a helyzet, hogyha valaki úgy dönt, hogy megszüli a gyereket, de örökbe adja? Ilyenkor sérül egy gyerek joga? Az élethez való joga nem sérül. Ahhoz való joga, hogy az édesanyjával, a szülő anyjával, az életet adó anyjával élje le az életét, az a joga bizony sérül. Ezt ki kell mondani. Az, hogy családban élhessen, az a joga nem sérül. Mert nagyon sok, nagyon tüneményes házaspár vár örökbefogadásra, tehát minden olyan baba, akit az édesanyja nem tud fölnevelni, azután körülbelül 10-15 házaspár azonnal ugrana, hogy ő nagyon szívesen fölneveli és várja szeretettel, tehát nincsenek nem kívánt babák, minden baba kívánt baba ezen a világon. Tehát ő, neki megvan a lehetőség, hogy boldog családban nőjön föl. Most az örökbefogadó gyerekekkel kapcsolatban azért az mindig ott lesz, hogy méhen belül megtapasztal valamit, hogy az anyukája anyukájával van, de az anyukája ambivalens módon kötődik hozzá már méhen belül. Tehát ő belül azt éli meg, hogy ott a gyermekem, akit egyébként szeretek, és tulajdonképpen hát hagyom is élni, tehát, hogy kihordom. Nagyon sok kismama ilyenkor beszélget a babájával, beszedi az összes vitaminokat, vigyáz magára, stb., de készül arra, hogy majd el fogja engedni.
volt ilyen kismamánk is, aki tényleg így a legnagyobb szeretettel beszélt hozzá, tudatosan készült arra, hogy elbúcsúzzon tőle. Tehát, hogy megadott neki mindent, amit lehet. De amikor megszületik a baba, akkor azt az alapvető elszakadást, azt meg fogja élni. Szóval gondoljatok bele, hogy azért a gyengét születés, háborítatlan szülés rögtön a mellkasra helyezni, aranyóra, mit tudom én, hogy az egész korai kötődés gömbölyű legyen, azt igyekszünk megteremteni. Itt pedig az történik, hogy akivel együtt volt 9 hónapig, attól elszakad, azt a szívdobbanást nem hallja többet. Viszont ölbe veszi egy másik pár, aki a mellkasára veszi, aki elkezd vele beszélni, aki attól fogva gondozza, ez nagyon sok esetben, főleg nyílt örökbefogadások esetében, amit mi is végzünk, ez így történik, hogy már a szülőszobán ott lehet az örökbefogadó szülőpár, az első perctől gondozhatja, mert erre van egy papír, ami feljogosítja őket erre, és kialakulhat egy olyan kötődés közöttük, ami a gyereknek biztonságos. Aztán később följön benne nyilván, hogy én miért örökbefogadott vagyok, hogy ki volt az én életet adó anyám, kamaszkorban ezek az identitásválságok ezt még fokozottabbá tehetik, és akkor az örökbefogadó szülőket kell arra fölkészíteni, hogy ezeket a helyzeteket kezeljék, hogy ne hazudjanak a gyereknek, hogy ne takargassák, tehát kísérjék őt ezen az énkeresés útján. És mi van akkor, amikor mondjuk egy nőt megerőszakolnak, utána egy életen keresztül annak az arcát nézze, aki megerőszakolta őt? Hát ugye azt kell nézni egyébként, hogy ugye azzal kezdtétek, hogy mikor kezdődik az élet, meg hogy kié az élet. És hogyha azt mondjuk, hogy a fogantatás pillanatában, amikor a két örökítő anyag összekapcsolódott, létrejön egy soha meg nem ismételhető és eddig soha nem létezett új emberi élet, akkor tulajdonképpen az ilyen kérdésekre is csak olyan módon lehet válaszolni, hogy ennek az ember, kis ember életnek az élethez való jogát nézzük. 3 szereplőt látunk, az anyát, az erőszakolóját és a babát, aki a kettőjük közös gyereke. Az anya elszenvedett egy borzalmas krízist. Az erőszakoló egy bűnöző. A baba a legártatlanabb fél, vagy ugyanolyan ártatlan, mint az anya. Tehát ő nem tehet róla, hogy erőszakot követett el az apja, és ennek következtében ő létrejött. Miért a babának kellene a halálos ítéletet az apa bűnéért elviselni? Megerőszakolták az anyát, van egy súlyos traumája, egy poszttraumás állapota. Utána van egy várandossága, vagy mondjuk terhessége, mert azt ő akkor tehernek éli meg, és akkor ne szenvelegjünk, hogy várandós, hanem terhes, ő ezt így éli meg. Utána, de azért eközben, hogy ő ezt ő tehernek élni, meg pontosan tudja, hogy gyermeket hord a szíve alatt, ezt minden krízis terhesség esetében tudják az anyák, és tudják, hogy ez egy rettenetes ambivalencia, hogy nem akarom, de a gyermekem. Ez ott van. Akár tagadja, akár nem. Na most, hogyha ezt a babát a krízis helyzetben ő azt kéri az orvostól, hogy öljék meg, mert ő kell, hogy kérje, ő írja alá papírt, utána elvetetik, vagy elveszik az életét a babának, akkor van egy traumája az erőszakból, és utána meg van egy traumája, a gyásztrauma, a gyermeke halálának a traumája, amit az ő kérésére végeztek el. Tehát nem pusztán egy olyan gyermekhalál, mint amikor valakinek meghal a gyermek, és egy súlyos gyász. Hanem, hogy volt egy gyermekem, akit az én kérésemre öltek meg. És mi történik az erőszakolóval? Éli tovább a világát. Mert az erőszakok, a nemi erőszakok nagyon nagy százaléka soha nem kerül nyilvánosságra, ami egy diszkóban történt, ami egy utcasarkon történt, ami egy családon belül történt, mit tudom én, hol történt. Ezek nem kerülnek napvilágra. Tehát ő él tovább, az anya krízise fokozódott, hatványozódott, és a baba életét megszakítottuk. Igazságos? Nem. Úgyhogy az előbb említetted, hogy egy abortusz, az egy trauma lehet egy nőnek. Mi történik egy nővel az abortusz után? Van egy olyan protokoll, hogy bemegy a CVS védőnő, ez a családvédelmi szolgálat védőnőjéhez, ahol 2-szer meg kell jelenni az abortusz előtt, mielőtt időpontot kaphat. Itt elbeszélgetnek vele arról, hogy gyermeke van tulajdonképpen, hogy próbálják a krízisét megbeszélni. Utána 3 napig gondolkozik, aztán visszamegy a védőnőhöz. Ha még mindig akarja az abortuszt, akkor megbeszélik vele, hogy zajlik az abortusz, milyen egészségügyi kockázatok vannak, mi fog történni a műtőben.
és ha még mindig akarja az abortuszt, akkor kap egy pecsétet, hogy részt vett a megbeszélésen, vagy a tanácsadáson, és elmehet időpontot kérni. Bemegy az abortuszra, előző este fölteszik a lamináriát, ha első abortusz, ha első trimeszteres abortusz, már pedig Magyarországon ez a lehetséges, másnap a kiírt időben sorra kerül a műtétje, ugye egy szülészeti osztályon, szülészet-nőgyógyászati osztályon 4-5 abortusz is van egy délelőtt, vagy egy nap, egyszer csak sorra kerül, túlesik a műtéten, ami nem túl hosszú, lehet helyi érzéstelenítésben vagy altatásban végezni. Amikor felébred, akkor szembesül vele, hogy túl van rajta, és tulajdonképpen akár aznap vagy másnap hazamehet, attól függően, hogy hogy van, milyen állapotban van. Tulajdonképpen egy pár nap alatt ezen úgy, ezt úgy át lehet vészelni, és visszatérhet az életben. Nagyon sok nő nagyon sokféleképpen éli ezt át, de ami a legfontosabb, hogy az első reakció az ő esetükben mindig az, hogy úgy legyünk rajta túl, mintha mi sem történt volna. Tehát, ahogy az előbb mondtam, hogy egy delete gombot keresnek, ami törlés. És ezt a hitet, hogy el lehet törölni, meg nem történté lehet tenni a gyermek megfoganását, ezt szeretnék fenntartani. Ezt hogy lehet fenntartani? Hogy a mély tudattalamban nagyon mélyre elnyomják azt a történést, hogy ez megtörtént velük. És utána pedig nagyon nagy energiákat fordít arra, hogy túl legyen rajta, és ne gondoljon rá. Aztán későbbiekben lehet az, hogy mindaz, ami vele történt, az föltör, mint egy fájdalmas emlék, és ennek lehetnek olyan kiváltó tényezői, például egy olyan hang, amit a műtőben hallott, egy olyan szag, amit a kórházban tapasztalt, egy olyan étel, amit a kórházi reggelit, amit kapott, vagy bármi, ami arra emlékezteti, az felhozza benne ezt az emléket, és nagyon rossz állapotba hozhatja. Ugye ismerek olyan nőt, akinek például az első kíván tervezett várandósága esetén az első ultrahang volt az, ami felhozta benne a korábbi abortuszának az emlékét, és mély depresszióba süllyedt, mert azt látta, hogy ennyi idős volt az a baba, akinek az életét az én méhemben oltották ki, és az én kértem. És most tulajdonképpen ez már a második gyermekem. Volt olyan nagymama, akinek volt korábban több abortusza, és az unokája ultrahang felvétele hozta föl benne, hogy te jó ég, mit csináltam. Ehhez ugye hozzá kell tenni azt is, hogy például a mostani nagymamák, vagy a most 80 éves generáció, akik a 60-as években voltak fiatalok, ők nagyon keveset tudtak arról, hogy mi van a magzati élettel, hogy mi történik az anyaméhben. Tehát nem ugyanazba az alá megítélés alá esnek, mint a mostani fiatalok, akik bármikor kinyitják az internetet, 2 perc alatt találnak pontos információt arról, hogy hogy lesz a baba, hogy fejlődik a baba, hogy néz ki a baba, tehát mindent lehet tudni. Ők nem tudták ezeket. És nem volt rendes fogamzásgátlás elérhető, és teljesen szabad volt az abortusz. Tehát, hogy az egy nagyon fájdalmasan sérült generáció. Ugye ez a 60-as évek, amikor én születtem, több mint 200 ezer abortusz volt évente, gondoljatok bele. Most 21 ezer van évente, ez is rengeteg sok. De az, hogy egy évben 200 ezer abortusz volt, tehát kész csoda, hogy én megszülettem. És kész csoda, hogy mi 5-en vagyunk testvérek. Hogy az édesanyámnak ez természetes volt, hogy minket vállal, és a karrierje sem csorbult. Tehát, hogy érdekes dolog, lehet, hogy ezért is motivál ennyire, hogy én látom, hogy ez vihető volt a 60-as években is, és döbbenetes, hogy milyen sokan haltak meg a kortársaim közül, akiknek soha nem volt születésnapjuk. Azért ebbe belegondolni nagyon rémes. És foglalkoztok olyanokkal, akik átestek abortuszon az Egyesületben? Vagy csak azokkal, akik még a döntés előtt vannak? Mi az abortusz utáni állapottal csak akkor foglalkozunk, ha valaki hozzánk fordul ezzel a kérdéssel. Nem szoktak egyébként. Tehát, hogyha valaki tőlünk kér tanácsot előtte, utána elmegy abortuszra, általában nem szokott visszajönni, hogy hát sajnos voltam abortuszon, és ez engem foglalkoztat. Azért sem, mert olyankor még frissen az elnyomásnak az időszakában van. Viszont léteznek olyan lelki gyakorlatok gyógyító hétvégék, amiket direkt azért hoztak létre, és nagyon gondos szakmai munkával állítottak össze, hogy azok a nők, akik az abortusz utáni vesztességtől, lelki furdalástól, traumától szenvednek, azok kapjanak valamiféle megnyugvást, kapjanak egy lehetőséget arra, hogy kiadják ezt a feszültséget, ezt a fájdalmat, és hogy tulajdonképpen meg tudjanak bocsátani önmaguknak, és el tudják fogadni a Jóisten bocsánat. Tehát ez a két lelki gyakorlat, a ne félj, nem ítéllek el lelki gyakorlat, amit a Kovács házaspár vezet, és van egy nagyon-nagyon szép ilyen lelki gyakorlat, a Ráhel szőlős kertje,
hétvége, ami szintén végigvezeti a nőket ezen a folyamaton, és segít szembesülni, segít a sorstársakkal együtt dolgozni, és végül megkönnyebbülni ebben a kérdésben. Záró kérdésnek azt tenném fel, hogy mi van akkor, hogyha egy nőnek mondjuk a karrierre csorbul nem jött a tanulmányai, vagy esetleg nincs pénze felnevelni a gyereket. Ilyen esetben mit érdemes csinálni, vagy mit javasolsz? Ez egyébként nagyon komoly félelem szokott lenni, és azért is jó, hogy felveted, mert például egy fiatal lány, aki az egyetem kezdetén van, vagy mondjuk ez a kismama, akiről beszéltem, hogy az érettségi évében lett terhes, és azt gondolta, hogy na most akkor vége a világnak, hát most akkor kész az életem a gyereké, nem lesz szakmám, nem fogom tudni eltartani, nem fog tudni kiteljesedni, stb. Tehát ez egy nagyon reális, nagyon valós félelem abban a pillanatban. Ugyanis amikor valaki az első babáját várja, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy projektnek tűnik. Tehát olyan, mint az időszámítás előtt, után, hogy nem tudom, még vizsgai időszak érettségi, szóval vannak ilyen nagy megméretetések az ember életében, amikor úgy érzi, hogy addig tart az élet, és azután valami egészen más fog kezdődni. Na most a gyerekszületés, főleg az első gyermek esetében nagyon-nagyon nagy feladat. Akkor is, hogyha a kismama kívánt, tervezett babát hordoz. Emlékszem a saját első gyermekem születésére, akit alig vártunk a férjemmel, és terveztük, és akartuk. És emlékszem, hogy hordtam a babát, és ugye egyre nagyobb, és te jó ég, hogy fog megszületni, utána hogy fogom őt életben tartani, mennyi ruha kell, hogy kell berendezni a lakást, akkor hogy kell kivinni sétálni, hogy működik a babakocsi, hogy kell orvoshoz menni, és ezer-ezer feladat, kérdés ott volt a szemem előtt, úgy, hogy volt a kistesőim, és láttam gyereknevelést. De mégis nekem kell életben tartani. És emlékszem rá, hogy hallgattam élettörténeteket, meg olvastam élettörténeteket, amikben voltak ilyen mondatok, hogy és akkor megszületett a második, a harmadik és a negyedik gyerekem, mondom, állj. Mi az, hogy második, harmadik, egyet is hogy szül meg az ember egyáltalán? Tehát, hogy ez nagyon félelmetes. Na most, hogyha nincs melletted a férjed, nem akartad, nincs rá fordítható időd, akkor ez rettenetes félelem. És ebben az a segítség, ha le tud ülni, és meg tudja beszélni valakivel, hogy mi van, és számíthat valakire, és ki tudja ventilálni magából ezeket a félelmeket. Az a fontos, hogy beszéljenek róla ezek a kismamák, mert a félelem az annyira felnagyítja a problémát, ha nem beszélsz, akkor még inkább felnagyítja a problémát, ha beszélsz, akkor lassan-lassan megszületnek a megoldások. És ahogy ennek a kismamának az esetében is, nagyon sok esetben, tehát nem csak az ő esetében, szépen megszülte a babát, baba egy éves korában elment bölcsödében, ő a kiváló érettségével beiratkozott az egyetemre, és elvégezte azt a szakot, amit szeretett volna, kapott munkát azon a területen, amíg egyetemre járt, addig még tudott mellette egy kicsit dolgozni, abból tudta fenntartani magát. Tehát egy szépen tyúklépésben haladt, és kialakult az egzisztenciája és az élete. Tehát nem kell azt gondolni, hogy a gyerekvállaláshoz az kell, hogy legyen állásod, férjed, pénzed, házad, kutyád, kerítésed, kacsalábad, nem tudom, hanem a lényeg csak az, hogy a következő lépést az élet érdekében megted, ilyen kis tyúklépésekben lassan, és akkor kialakul. De azt mondta, hogy tyúklépésben lehet haladni, de mondjuk van egy karrieres tanú, aki nagyon magas helyre szeretne eljutni, akkor neki nem biztos, hogy ez a életét úgy tudja vinni a tyúklépés, mint ahogy szeretne, ha mondjuk inkább rohanni szeretne. Hát késlelteti, az biztos. Tehát azt nem lehet mondani, hogy egy gyereket megszülsz, minden megy tovább, nyugi, minden megy tovább. Nem. Nem. Ott le kell egy kicsit állni a gyerekkel, ott veszítesz egy-két évet. És vissza is kell építened magad az anyaságból a karrier sebességre. Tehát például a gyerek mellett tolni a karriert ezerrel, az is ugye, attól is ugye sérülhet a gyerek, te is sérülsz, dupla terhelés, kisebb teljesítmény, stb. Tehát, hogy ez nem tanácsos. Afelől kell megnyugtatni a fiatal nőket, hogy hosszú az élet. Tehát akiben ott a tehetség, akiben ott az ambíció, ha megszülte a gyerekét, akkor egy kicsit elszőtyögött vele, de utána megy az élet, utána beindítható a karrier, ugyanúgy megy a karrier. Tehát nem fogja, egy jó karriert nem törketi. Nem jelenti azt, hogy vége az életnek attól, hogy gyereket született, különösen akkor nem, hogyha van melletted valaki, aki segít. És még ezért vagyunk mi az egyesülettel, hogy legyen, aki mellette áll, legyen, aki elindítja az első lépésekben, de persze nem úgy, hogy mi állunk mellette az élete végéig, mert az nem célszerű, mert az a célszerű, hogy ő a maga lábán álljon, vagy azokat az emberi kapcsolatokat mozgósítsa, aki neki rendelkezésre áll családban, szomszédságban, baráti körben, tehát hogy képes legyen maga megtalálni a kapaszkodókat, és nem baj, ha most pont nem a férje áll mellette, álljon mellette valaki, akire épített barátnő, szomszédasszony, pótnagymama, bárki, mindenkinek az életében található egy olyan ember, akire lehet építeni, csak ebben kell őt segíteni.
Miközben ezt mondtad, még egy utolsó gondolat merült fel bennem, az pedig a mély szegénység esete. Tehát van egy anyuka mély szegénységben, nincs senki, akire számíthat, de tényleg senki. Olyankor mit lehet kezdeni? Vannak támogatások? Hát igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, mert hogy vannak olyan anyukák, akik nem tudnak senkire se számítani. Én azt mondom, hogy az a feladat, hogy ne legyen olyan anyuka, aki nem tud kire számítani. Sajnos most még vannak olyan anyukák, akik nem tudnak kire számítani. De nem az a feladat, hogy az ő gyerekeiket megöljük, hanem az a feladat, hogy egyre többen vállaljuk föl azt, hogy mellé állunk azoknak az anyukáknak, akiknek senkire nincsen támaszkodniuk. Tehát, hogy ez a legszebb önkéntesség. De tényleg, ha valamit érdemes csinálni, most már szemetet nagyon sokan szednek. Most már a cápákért és a jegésmedvékért nagyon sokan aggódnak. A sok aggódástól nem lesz kisebb a globális felmelegedés, különösen, hogyha repülőn utazva aggódunk a jegesmedvékért. Tehát sokkal jobban tesszük, hogyha valaki, aki valami jót akar tenni a világban, azt mondja, hogy van 2 óra szabadidőm egy héten, van 10 000 forintom egy héten, amit tudok nélkülözni, vagy egy hónapban, akkor ha más nem, legalább annyit teszek, hogy odadom arra a célra egy olyan szervezetnek, például az Együtt az Életért Egyesületnek, hogy ezeket a kismamákat tudják segíteni, meg tudjuk venni a gyógyszerét. Ha beáll és segít, ő maga összeállít egy pakkot, A-ból B-be elvisz egy kis ágyat, elkísér orvoshoz egy kismamát. Ez is egy olyan önkéntes segítség, amit bárki meg tud tenni. Egy beszélgetést vállal, fölvállalja 2 hónapig a krízis telefon fogadását 024-ben, bármikor csöröket. Tehát ha ezt valaki fölvállalja, erre képesnek érzi magát. De ha semmire nem érzi magát képesnek, mert nincs ilyen képessége, nincs türelme, nincs ideje, ha pénzt utal, már azzal is meg tud menteni egy kismamát. Tehát a társadalomnak fel kell vállalnia azt a réteget, akik a legszegényebbek. Tehát a mély szegénységért aggódóknak azt javaslom, hogy ne amellett érveljenek, hogy a mély szegénységben nem születhet meg a baba, aki már létezik, hanem aki a mély szegénységben lévő babákért aggódik, segítse az anyukáját, mert ami jó az anyukának, az jó a babának, és segítse azokat a szervezeteket, akik viszont beleállnak ebbe a segítségbe. Köszönjük, hogy beültél velünk beszélgetni, nagyon-nagyon érdekes volt. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, sziasztok!